amit most láthatok, az ugye a műanyagnak, műszerfalnak a megfelelő tisztítása és ápolása. Első termék, amit használni fogunk, az a plastic cleaner termékünk, tehát ami egy műanyag tisztító termék. Az fontos, hogy mindig felrázzuk, és utána pedig a kendőre vagy a szivacsra fújjuk a terméket, hogy ne fújjunk vele össze minden mást. Átisztítjuk a tisztítani kívánt felületet, majd amikor ez megtörtént, tiszta és száraz kendő segítségével ezt visszatöröljük róla. Tehát tulajdonképpen a műszerfal műanyag tisztítása az ennyi, tehát kell hozzá egy jó minőségű termék, ami nem fog kártani a felületben, és ugye vagy egy szivacs, vagy egy mikroszálas kendő. Ápolni kétféleképpen lehet, legalábbis a mi termékeinkkel. Választható a matt műszerfalápoló, ami egy teljesen matt hatást fog biztosítani a felületnek. A másik variáció az a dashboard care termékünk, ami pedig egy ilyen enyhe selyemfényt fog neki biztosítani, de az is egy vízbázisú termék, tehát az sem ez a vakító fény fogja neki adni, és nem lesz ez, hogy oda vonzza a port, és tulajdonképpen oda ragad hozzá. És akkor nézzük a különbséget, ugye tisztított, ápolt és a még koszos felület között. Hát szerintem azért szemmel látható. Jelentős különbség van itt is. Lehet látni ugye igazán az, hogy miért fontos az, hogy valamit tisztítva és ápolva legyen, akár külsőről, belsőről beszélünk, hiszen egyrészt egy beltérnél ugye ebben utazunk, ebben vagyunk nagyon sokat, és hát nem mindegy az, hogy mi vesz minket körbe, és hát mindenki el tudja dönteni, hogy mit szeretne, hogy mi vegye őt körbe utazás közben.